és nézd a nap, már feldereng az ég. Csak nézd a nap, hogy kér a hegy mögül. Hangod hív, csak megszólít az égből. Emelj fel hát, és adj nekem erőt. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a koncertre, ami december 2-án lesz az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Vándor, aki rég volt, odakint az égben jár valahol. Vándor, nem oly rég volt. Bodh Gábor arcai. Hány arca van Bodh Gábornak? Hát, hogyha szigorúan ezt a zenei részét vesszük, akkor azt gondolom, hogy gyakorlatilag minden palettán én már végigmentem. És ebből hányat mutatsz most meg? Azt hiszem, hogy majdnem mindet. Annyira nem mozog a klasszikus zenében, ez most erre a koncertre áll csak össze. Én inkább az operett és a musical műfajában mozgom, amit ugye színházakban lehet művelni. Olyan szempontból ez egy nagyon rendhagyó est lesz, hogy, mint már mondtam, mindenféle stílus lesz benne. Az első fele az gyakorlatilag csak klasszikus zenéből fog állni, kivéve a legvége már az egy kicsit operettes lesz, de hát ugye az is inkább a klasszikus, az áll közelebb. 100 zongorával lesz a koncert legnagyobb része, 2 darab operária lesz, ami zenei alappal van, mert hát ugye teljes nagy zenekart azt nem tudtam volna bevinni az Urániába, és az operettek azok szintén ugyanilyen okból kifolyólag alappal fognak elhangolni. És ez az őrült nagy kórus be fog férni? Hát az őrült nagy kórust azt valamilyen szinten le fogjuk redukálni, de csak olyan létszámig, ami még befér. Tehát amennyire csak lehet, nagy kórus szeretnék. Hát én azt csatszolom, hogy azért egy 30 ember biztos, hogy be fog belőle férni. De most már lesz hangzása? Lesz. Remélem, hogy lesz.